Nem történt előrelépés, hiszen Oroszország nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon a saját közvéleménye előtt, és van egy olyan remény az orosz vezetésben, hogy még erőből meg lehet oldani ezt a háborút. Üdvözlöm kedves nézőinket, új jelentkezik a Nagyító, a ma hét politikai politikai háttérműsora. Vennünk a stúdióban azúttal Kolleg Zsolt és Hajtman Gábor, szerbusztok! Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Szervusztok, én is köszöntöm a kedves nézőket! Vágjunk is bele, sajnos a mai témáink is a háború körül kénytelenek forogni, ugye most már második hete, illetve most kezdődik már a harmadik hete az orosz-ukrán háborúnak, ami hát bizonyára rengeteg embert meglepett, sokat is foglalkoztunk vele, akár itt a műsorainkban, akár a, a, a 7.eske, illetve a magyar 7 heti laphasábjain, és hát rengeteg dolog. Tisztázatlan még mind a mai napig. Az első és legfontosabb például az, hogy mikor lesz béke. Hát ugye voltak reményeink, hogy a mai napon közelebb jutunk a békéhez, hiszen a háború kitörése óta először ült tárgyalóasztalhoz az orosz és az ukrán külügyminiszter Törökországban, török közvetítéssel, azonban a hírek szerint ez a tárgyalás nem volt sikeres, tehát lényegi áttörés nem történt, és hát a háború a jelek szerint folytatódik de hát azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy mielőbbi fegyvernyugvás legyen, de hát úgy tűnik a felek abban bíznak, hogy a fegyverek szavával lehet megoldást találni, illetőleg hát az ukrán fél pedig hát próbál megfelelni ebben a helyzetben, tehát megvédeni saját magát. Ugye Oroszország igazából úgy tűnik a saját hazai közvéleményének próbál megfelelni ezzel, hiszen azt már múlt hete is elemeztük, és azóta inkább csak behigazolódott újfent, hogy az eredeti terveikhez képest ezt a háborút már igencsak nehezen nyert. Ja, bocsánat, tehát arra gondolsz, hogy az orosz vezetés azt szeretné mutatni az orosz közvélemény felé, hogy... Ja, csak a... nem a béketárgyalásokra gondoltál. A béketárgyalásokra, a hogy nem történt előrelépés, hiszen Oroszország nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon a saját közvéleménye előtt és van egy olyan remény az orosz vezetésben, hogy még erőből meg lehet oldani ezt a háborút. Ha így van, akkor a következő órákban, napokban számolhatunk a konfliktus újabb elmélyülésével, vagy hát a háborús cselekmények intenzitásának a növekedésével, hiszen azt láthattuk, hogy az előző napokban a harci cselekmények intenzitása csökkent, még hogyha a tűzszüneti megállapodásokat, az evakuációt, meg is zavarták összecsapások, mindkét fél a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével. Ennek dacára azt láthattuk, hogy a háború intenzitása csökkent. Ha így van, és Oroszország eltökélt abban, hogy erővel oldja meg a konfliktust, akkor azzal számolhatunk, hogy újra hát a hadi jelentések felparagnak, én azonban azt gondolom, hogy a békének mindenképpen esét kéne adni, hiszen a rendezés elmaradása olyan gazdasági árral jár, amit az egész világ fog megfizetni. Természetesen mi, akik itt élünk, mi is látjuk már akár a magyarországiak a forint árfolyamának az elszabadulását, ami szintén a nyugtalan, bizonytalan piacokkal magyarázható leginkább, illetőleg amit mindannyian tapasztalunk, az energiára emelkedése, leginkább az üzemanyagára emelkedése. Mi ugye Magyarországon ástop van érvényben, ameddig ezt fenntartható, de hát Szlovákiában szintén elszabadultak a benzinárak. Ezt biztosan kijelenthetjük, hogy a, világ megfizeti az elhúzódó konfliktus árát. Egyelőre nem látjuk, hogy mikor lehet béke, hogy a kérdésedre válaszoljak. Tegnap egy érdekes írás jelent meg, ami a nyugati sajtó alatt maradt a Jeruzsálem, a Jeruzsálem Postban, ez egy izraeli angol nyelvű napilap. Ugye a hétvégén Moszkvába látogatott az izraeli miniszterelnök, és találkozott Vladimir Putyinnal. Erről a találkozóról szivárogtak ki érdekes információk, hogy Putyin tulajdonképpen arról ír az izraeli sajtó béka ajánlatot tett Zelenszkínek, és három pontban nagyjából megfogalmazta a követeléseit. Egyrészt az, hogy a Dombaszi régiót, a kelet-ukrán két szeparatista köztársaságot, ezt most már nem adja vissza, és önállónak tekintik a második az volt, hogy az Ukrajna szerződésben vállalja, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, a harmadik pedig az, hogy leszerelik az ukrán hadsereget. Egyelőre nem tudni, hogy Zelenszky, hogy reagál ezekre a, ezekre a kérésekre. De arról kérdez, arról Gábor, te mit gondolsz, milyen feltételek mentén lehet esetleg itt egy békét kicsikarni? Mi az, amit Zelenszki szeretne elérni? Mi az, amit elérhet reálisan? És ugyanez a kérdés vonatkozik Vladimir Putyinra is. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis Uh, hát egy háború kellős közepén uh, tartunk, és ahogy uh, megtudtuk, ugye nem jutottunk előre, hiszen volt egy tárgyalás, ugye két külügyminiszter tárgyat, uh, Lavrov és Kuleba, az orosz és az ukrán férő, és hát uh, sajnos a kompromisszum az nem jött meg, hogy uh, itt nagyon fontos a kompromisszum az, hogy mind a két fél valamit ugye uh, hátrahagy, vagy elenged annak érdekében, hogy, uh, hogy a béke uh, megszülessen. Ez szerintem a kulcs, amit amit el lehetne érni. Na már most nézzük az egyik oldalt, ugye Ukrajna kitart az mellett, hogy a NATO-hoz csatlakozzon, és majd később az Európai Unióhoz, Oroszország pedig nem enged, mert hát ugye fenyegetésnek veszi azt, hogyha Ukrajna NATO tagállam lesz, és uh, uh, igényt tart ugye a félszigetre és a, a, kikiáltott ugye két szakadár népköztességre. Na uh, most mi lehet ebből, mit lehet ebből kihozni? Az én véleményem szerint ö, ö, mindenképpen azt. Ö, a, a Ukrajnának azt kéne elengedni, hogy, ö, hogy a, a, a NATO-ba becsatlakozzon ö, Ukrajna. Oroszországnak meg kéne engedni, hogy majd a, az ország nyugati fele az Európai Unióba ö, térjen. Ez ez lehetne egy ilyen, ilyen, ilyen kiegyezés. A Krímfélszigetet. Hát legalább nem is, hogyha Oroszország birtokon, de, de valamilyen e, ilyen autonóm területként fel lenne fogni, bár azért tegyük hozzá a azt, hogy Putyinék elszámolták magukat, hiszen ők mikor bevonultak a háborúba, tehát megtámadták Ukrajnát, illetve megszállták Ukrajnát, akkor ők azt hitték, hogy ott keleten, e, Donbass és Lanszban zászlókkal fogják ugye fogadni az orosz csapatokat, helyett pedig azt történt, hát hogy... fogadták, csak ukrán zászlóval. Uh, ukrán zászló, zászlóval. Meg hát fegyverrel, meg hát ugye idegen megszállóként vették, szóval, szóval um, olyan dolgokat hozunk fel, amik régen érvényesek voltak, de most már most már új értelmet nyerhetnek, mert hát teljesen megváltozott a megváltozott a dolog, és uh, uh, most ugye lesznek még tárgyalások, de a harc el fog húzódni, és ahogy azért figyeljük az egyes csatornákon, illetve mi is, is élő ugye percő percre a Mahit portálon egyébként lehet követni a hír és egyébként hírt tudunk mindenről, és azért látni azt, hogy hogy az ukrán városokat mennyire, mennyire bombázzák, az ukránok mennyire védik az országokat, és az oroszok pedig ugye nem engednek, nem engednek semmiből. Hát nagyon, nagyon kell egy, egy olyan karizmatikus, diplomatikus ember, aki, aki előállva, valami olyan ötlettel, amelyik mind a két félnek jó lesz. Van esély erre, Zsolt? Mit gondolsz? Mert hogy így elnézzük az, az európai vezetők nyilatkozatait, hát ilyen egészen elképesztő, ilyen háborús pszichózis tanúi lehetünk, hogy gyakorlatilag most már minden megvetendő, ami orosz. Ez most ez olyan szinten, hogy már egy Németországban ilyen egészen furcsa hírek jöttek, hogy volt olyan orvos, aki megtagadta, hogy orosz pacienseket lásson el, aztán az őt alkalmazó kórház persze azonnal korrigált, és elnézést kér, de felbukkannak -fel bukkannak az orosz ellenességnek ilyen egészen elképesztő vadhajtásai, amit hát a, vagy egy még egy érdekes példa, a CEU, ami Kifejezetten nem tekinthető azért a jobboldali értelmiség fellegvárának, tehát a liberális CEU egyik professzora egy ilyen öregdiákoknak fenntartott közösségi oldalon arról írt, hogy egy orosz diákja bajban, bajba került Bécsben. A problémája természetről nem volt szó, tehát teljesen a háborútól függetlenül annyi a lényeg, hogy szerencsétlen diák pont orosz volt, és elképesztő komment, cunamit kapott a nyakába és gyűlöletet, törölték a posztját, megvádolták őt szerencsétlen professzorasszont mindenféle orosz ellenességgel és hasonlóakkal, és ez a CEUN, ami hát éppen a nyílt társadalom, az elfogadás és a liberalizmus egyik európai fellegvára lenne. Szóval egészen elképesztőek már ezek a vadhajtások. Merre mehet ez tovább? Hova, hová kulminálódhat ez az egész? Hát ahogy elhúzódik a konfliktus, ez nyilván érzelmi indulati reakciókat vált ki, hiszen azért ez a konfliktus is a nyilvánosság előtt zajlik és kétségtelenül vannak civil áldozatai az ukrajnai háborúnak, és az agresszor fél Oroszország okolható ezért a világ nyilvánosság előtt. Ez tény. Egy másik helyzet, hogy nyilván nem tehetünk úgy, hogy Putyin agressziója miatt 145 millió oroszt ítélünk el, és kiközösítjük a kultúr nemzetek sorából az oroszokat. Ez nem lehet egy jövőbeli megoldás, hiszen Egyszer mindenképpen, e béke lesz. Azért, meg. egyszer mindenképpen béke lesz, és valószínű ebben a békében ezeket az ellentéteket valahol fel kell oldani, és egyre nehezebb lesz, hogyha ennyire szélsőségbe hajlik az orosz ellenesség adott esetben. De valahol ez érthető, ez a, ez a felkorbácsolt indulat. <kül> Na inkább beszéljünk azt gondolom a békesséről, bár a kettő szorosan összefügg, hiszen minél, minél inkább ebbe a szélsőségbe hajlik a gondolkodás, annál nehezebb nyilván Igen, ezeket tehát... az érzelmi dolgokat oldani, és egyáltalán békét követni. Ha belegondoltok, azért nincs Zelenszki ilyen nyugati részről egy nyomás, hogy kössön békét Oroszországgal. Ez valahol teljesen érthető is. Az ukránok kétségtelenül honvédő háborút folytatnak. Igen, de Zelenszky, ha nyomást érheti, az a hazai közvéleménye felől történhet meg. De Azt sem hiszem helytárt ebben a háborúban Zelensky. Abszolút. Sőt, hát megmutatta és egyébként, hogy milyen, hogyan kell harcolni egy háborúban egy, egy, egy felelős vezetőnek. Tehát ezt az Zelenszky nem vitassuk. Jó, el. hát a, igen. Tehát a média frontján kétségtelen uh, Ukrajna uralja ezt a háborút, vagy előny szerzett a riválisával uh -huh. szemben. De igazából a béke kérdése az azon áll vagy bukik, hogy mi az a kompromisszum, amit Gábor is felvetett, mi az a realitás, amit mm. mindkét fél el tud fogadni. Van hát ilyen lehetőség? Nyilvánvalóan ilyen? ilyen kompromisszum lehet a semlegesség kérdése. Hogyha Ukrajna el tudja fogadni a semlegességet, mint megnyugtató garanciát, akkor, akkor ez egy előrelépés lehet. Oroszországnak ugyanis az az érdeke, hogy Ukrajna ne legyen egy ellenséges katonai szövetség tagja. Elég ránézni a térképre, Ukrajna olyan geopolitikai helyzetben van, amely orosz szempontból eh, hát egy, egy kivéthetetlen helyzet, hogyha a NATO tagok. Eh, ellenben ebben az esetben Ukrajna semlegességét a nagyhatalmaknak kellene garantálni. Tehát itt ki kéne dolgozni egy komoly eh, hát biztonságpolitikai garanciát, hogy hogyan lehetne ezt a semlegességet garantálni. Önmagában kijelentjük, hogy semleges, ettől ez még nem biztos is, hogy működni is. Volt. Bocsánat, csak ha belegondolunk azért itt hány és hány egyezmény köttetett a rendszerváltás óta, aminek uh -huh. gyakorlatilag semmi következménye nem maradt. Ugye az 1994-es ominózus budapesti egyezmény, ami hát mondjuk azt, hogy nem olyan nagy baj, hogy nem lett következmény, és az azzal járt volna, hogy ukrajna területi integritásának megsértésével az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának katonai védelmet kellett volna nyújtani rögtön. a Ukrajnának. De ugyanez van a bocsás, meg is befejezem, ugyanez van a Minszki egyes és kettes egyezménnyel is. Jó, rögtön hozzáteszem, hogy a budapesti egyezmény ugye a nukleáris leszerelésről is szól, tehát Ukrajnából kivonták az atomfegyvereket. Igen. Ukrajna cserében garanciákat kapott a, a világtól, hogy megőrizheti a területi integritását. Hát ezeket és a orosz garanciákat... fél is csatlakozott Igen. ehhez a szerződéshez. Ez egy másik szempont, a Minszki szerződés, ugye, ahol viszont az ukrán fél okolható, hiszen nem tartotta be azt a megállapodást, amely e, előirányozta a keleti régiók, szakadár, kis, szakadár régiók, Donetsk és Lovánszka autonómiáját. E, ami, ami, nyilván oldhatta volna ezt a feszültséget, ami lett volna, ha a kérdését persze ne nyissuk meg, hiszen mindebből nem következik az, hogy nem történik meg február 24-e, vagy ebben a formában, de nyilván ezt az okot nem adta volna meg Putyinnak, hogy erre hivatkozva indítson agressziót Ukrajna ellenében. Na de visszatérve, tehát a semlegesség, hogyha nemzetközileg garantálva van, ahogy Finország esetében ez történt, vagy akár Ausztria is erre egy jó példa az 55-ös állam amely a semlegességét garantálta Ausztriának, vagy Finnország esete, amely a szovjet birodalom külső gyűrűjén megőrizhette a társadalmi berendezkedését, ellenben kizárt dolog volt, hogy a NATO-hoz csatlakozzon. Ha ezeket a garanciákat Ukrajna megkapja, ez egy előrelépés lehet, és elfogadható lehet akár Oroszország számára is. Azt látjuk azonban, hogy Oroszország egyenlőre kitart amellett, hogy ennél tovább menne, és Ukrajna területi integritását kérdőjelezi meg. Én azt gondolom, hogy a Krím az már a realitás, hogy Oroszország része. Tehát, hogyha egy jövőbeli békekötést kötnek, vagy hát egy fegyverszünetet, vagy béke megállapodást kötnek, valószínű, hogy Ukrajna krímet már nem kapja vissza. Ellenben a kompromisszum tárgya lehet a szakadár népköztársaságok kérdése. Ugye Putyin ezekről tulajdonképpen elismerte a függetlenségüket, még a háború előtt néhány nappal emlékezhetünk. Én azt gondolom, hogy az orosz fél itt hátrálhat meg, és itt tehet olyan gesztust, ami az ukránok számára is elfogadhatóvá teszi ezt a megegyezést, ezt a megállapodást. Természetesen ez találgatás, de ha mozgásteret keresünk a két fél részéről, akkor pontosan ebben van. Abban én nem látok mozgásteret Ukrajnának, mindenképpen a semlegességét el kell fogadni. A világ számára ez a legkifézetődőbb kompromisszum. Ellenben mindent meg kell tenni azért, hogy Ukrajna lehetőség szerint a területi integritását megőrizze ebben a konfliktusban, ugyanis így válik elfogadható ez a kompromisszum az ukránok számára, és lezárhatóvá a konfliktus. Az egy másik kérdés, hogy ezt az orosz közvélemény miképpen fogja tudni elfogadni. Láttunk már olyan propaganda műveleteket Oroszországtól, hogy hogy, hogy, még azt is el tudják hitetni, hogy győztesen kerültek ki a háborúból. Zárójel bezárva, és egy záró mondat, ha De még bocsás, csak egyetlen közvetés. Hát Lavrov ezen a mai sajtótájékoztatón a törökországi tárgyalás után is kihangsúlyozta, hogy Oroszország nem támadta meg Ukrajnát, Jó, az egy az megelőző hadművelet. Hát, ha már itt az álhírekről és a propagandáról beszéltél. És akkor az utolsó mondat az lenne, hogy Természetesen Oroszországnak sem szabad vesztesnek éreznie magát ezután a kompromisszum után. Ehhez az kell, hogy Oroszországban felismerjék azt, hogy egy olyan kalandor háborúba kezdtek, amit az eredeti elképzeléseink szerint nem nyerhetnek meg. Egyre több jel arra, hogy ez így történik. A következő napok, hetek azonban azt gondolom arról szólnak még, hogy Oroszország katonai erővel igyekszik megoldani a konfliktust. Hát a béke esélyeit ez egyelőre rontja. Igen. Pont azt akartam mondani, hogy Oroszországban felismerték azt, hogy hogy ez a háború, tehát a közvélemény és, a, és, az ott az emberek, hogy ez a háború nem vezet sehová, csak hát ugye Oroszországban, ha tüntetnek ez ellen, akkor azokat börtönbe vetik, illetve, illetve elfogják, pénzbírságokat kapnak, úgyhogy azért nagyon nehéz ott Oroszországban a közvéleményre hinni, <coughs> hinni, hogyha, hogyha napi szinten megy a propaganda, és illetve azt mondják, hogy ugye ez nem is háború, hanem ez csak egy ilyen hadgyakorlat, illetve megelőzési háború, ez pedig az eléggé elég veszélyes, és hát ugye ez, ez nem teszi jót az orosz társadalomnak, mint magának. E, nagyon jó podcastbeszélgetés volt e, múlt héten Anton Bendeselszky politikai jellemzővel, aki azt mondta, hogy Putyint csak a, nem is az orosz lakosok, vagy a, vagy a szabad a polgárok, akik ugye kimennek tüntetni, hogy nem is ők, válthatják le, az ottani oligarchák, és pont most a szankciók, amik a gazdasági szankció, ami Oroszország ellen folyik, pont ez a szankciónak a lényeg az, hogy, hogy néhány oligarcha egy kicsit uh, ugye felemelje a szavát, illetve mozgó, mozgolódjon, és, és, és próbálja meg eltávolítani Putyint. Mert hát ez is lehet egy egy forgatókönyv, egy folyamat, ami, ami alapján ugye véget vethet a háborúnak. Tehát, hogy Oroszországban esetleg Putyint el elmozdítanak. Palota forradalom lenne a Krámban. Hát És igen. Ha Erre megengedtek reagálni. Szerintem a világnak nem érdeke az, hogy Oroszország ebből a konfliktusból úgy kerüljön ki, ahogy a Szovjetunió felbomlása után láttuk, tehát, hogy meggyengül, és fönnáll a veszélye annak, hogy atomjaira hullik. Ezt uh -huh. 1991-et követően a nyugati diplomácia pontosan látta, milyen biztonságpolitikai kockázatokat jelent az, hogyha az orosz központi hatalom adott esetben megszűnik. Mert ennek az esélyéről Igen. beszélünk most ebben az esetben. És akkor tegyük még ennek hozzá, hogy miért is jelent ez biztonságpolitikai kihívást, Gondoljunk bele, jelenleg nem vagyunk nyugodtak, hiszen uh, Oroszország a világ legnagyobb nukleáris potenciájával rendelkezik, de azt hiszem, hogy még inkább nyugtalanok lennénk, ha nem lenne egy központi hatalom Oroszországban, hanem sok kicsi hadúr idézőjelben a kicsit rendelkezne atomfegyverekkel, azt hiszem, még nyugtalanabbak lehetnénk. Tehát valami olyan megoldásban érde érdekelt a világ, amiben uh, az orosz központi hatalom nem szűnik meg. Hangsúlyozom, nem Putyinról beszélek, de nyilvánvalóan jelenleg ő az orosz államfő. És uh, ha elmozdítják Putyint bármilyen belső uh, putcsal, ahogy fogalmaztál, uh -huh. ez azért fennáll a veszélye, hogy ez azzal jár, hogy egy destabilizál, Bocsánat, destabilizáló destabilizáló... Lát, kéter, azt láttuk aztán... ezt már számtalan közép- és dél-amerikai állam esetében, amit a... Igen, ez a, ez egy olyan forgatókönyv, amiben óriási kockázatok vannak, és szerintem egyelőre nem mérlegeli megfelelő módon a világ közvéleménye ezen. Ne, ne felejtjük a 80-as évek végén, 90-as évek elején a lengyel származású Brezzinski, egy politikai elemző, illetve Carter, Joe Carternek volt a, a tanácsadója, ő foglalkozott egyébként külpolitikával, hidegháborúval, és ő mondta azt, hogy esetleg milyen kimenetele lehet majd a, a hidegháborúnak, és ő azt mondta, hogy az egyik esetleges forgatókönyv, az, hogy majd ugye a Szovjetunió felbomlik, és ugye nem az önálló Oroszország fog megmaradni, hanem több orosz kisebb ilyen tagállamokra fog, fog bontódni ugye Oroszország, Hát ez nem jött be, de e, való igaz, hogy, hogy Putin ha, ha majd Putyin valamikor, vagy maga befejezi a politizálást, vagy eltávolítják onnan, akkor érdekes e, e, lehet Oroszország képe, vagy jövője, de e, igazad van Zsolt, hogy hogy e, látom azt a veszélyt, hogy igen, hogy több jelölt messiás próbálna meg ugye vezetni Oroszországot, és akkor... E, a veszélyes, veszélyes eszközöket folyamondának, de ugyanúgy az is fennáll, hogy, hogy gyengébb Oroszország lenne, és akkor nem tudom, lenne egy, egy része, ami, ami nyugat felé húzna, a, a, egy másik része például a Kína felé, vagy, vagy nem tudnának államot alapítani. Szóval ez, ez, ez mind hipotézis kérdése. Viszont a komoly kérdés az, hogy mi történne az orosz nukleáris potenciállal ebben az esetben, mert azt alig a feltételez, hogy úgy önként lemondanak róla, és valami humanitárius célra ajánlják fel, mert ez egy, ez egy illúzió. Tehát itt ez a biztonságpolitikai kérdés azért egy nagyon. Nagyon fontos. Ez szóval. külön, külön témát, külön beszélgetést érdemel, de most muszáj tovább mennünk, mert azért vészesen fogy az adásidőnk, és még nem foglalkoztunk azzal, hogy a háborúnak milyen következményei, visszhangjai és mellékhatásai vannak a szlovák politikában. Hétfőn, a hét elején kijött egy közönkutatás a medián részéről, ami a fej, -fej mellett 14,1, de lehet plusz-minusz 1%-ot talán tévedek, az olvasóra vagy a nézők remélem ezt elnézik nekem, szól, 14,1% köré mért egyformán. Peter Pellegrinit és a Hlaszt, és Robert Fico-t és a Smer-t is. Úgy tűnik, hogy a szlovák társadalom még mindig erősen, ha nem is orosz párti, de nem ítéli el olyan egyértelműen a Putyin háborúját, mint teszi azt a nyugat. Azért, ha belegondolunk, akkor Robert Fico és a szmer az elmúlt hetekben nagyon erősen kampányolt Oroszország mellett, hát emlékezhetünk arra a tüntetésre, ahol Lubos Blaha képviselőjük a skandálta, hogy Oroszország ellen soha, Oroszország fegyvert, ellen soha. Nem Köszönöm, én elnézést. Lehet, hogy ez a... az a felmérés még nem mutatkozott meg, ez majd csak később fog megmutatkozni, hogy majd ennek a De ez két egy párnak... egy legelején készült kérdés igen, hát ez lehet, hogy meg később meg fog mutatkozni, mondom, hogy, hogy ez miatt csekkenni fog, ahogy a háború, ahogy a háború kimenetelét fogjuk figyelni. Az való igaz, hogy, hogy a, hogy, a, kormány ugye egységesen, stabilan a NATO mellett áll és elítéli ugye Oroszországot, mint agresszort. Ficőiknek még nagyon nehéz uh, helyzetük van. egyébként nem, nem is lehetett nagyon hallani ebben a kérdésben, tehát uh, Ficot igen, annál inkább ő. Pocsán, ugye... Pelegrin ugye annyit mondott a tévében a háború kitörése után, hogy, uh, hogy nem fogják támadni igen. ezzel a kormányt, most egységes föllépésre van szükség, és nem akarnak igen. politikai tőkét kovácsolni uh, a háborúból. Én azt látom egyébként, hogy az erőviszonyok megmaradtak, egy picikét növekedett, mint mintha a PS, a Progresszív Szlovákia. Hát ők most a harmadik, a, a dobogós erő. Ha, igen, az közelítették meg. És a KDH-t is meglepetés. Bocsánat, meg, ezen a felmérésen meg is előzték már. Igen, és a KD, KDH-t is bemérték egyébként ah, a parlamentben. Úgyhogy úgy, itt látom azt, azt egyébként, hogy, a, hogy a, a, az értelmiség, inkább a szlovák értelmiség ugye a, a, progresszív szlovákiát támogatja, illetve, illetve ő, ő, ő bízik. Hát a másik kérdés az, hogy, hogy megmaradt ugye a, a LASZ és a SMER, az előnye. Heger ezekben a pillanatokban viselkedik úgy, mint egy, mint egy, határozott miniszterelnök, azért, mert ugye határozottan ugye kiállt a, az ukrán megszállás ellen, felemelt a hangját Oroszország ellen, kiállt a NATO mellett, a nyugat a szövetségesek mellett, tehát hogy itt lehet látni egy ilyen, ilyen stabil határozottságot Hegernél. Zsolt, mit gondolsz, látod Hegerben ezt a Eduard Heger kormányfőben, te is ezt a még visszatérnék az eredeti kérdésedhez, Igen. ami ugye arról szólt, hogy vajon a felmérések tanúskodnak arról, hogy a szlovák közvélemény uh -huh. ennyire egyöntetően támogatja a nyugati álláspontot. Igen, van egy elmozdulás, más felmérések tanúskodnak erről. Ugye korábban, amikor a védelmi szerződés körüli vitákat Igen. hallhattuk, akkor volt egy olyan felmérés, amely azt igazolta, hogy a szlovákiai közvélemény relatív többsége a Nyugati Szövetséget okolja a háborús konfliktus elmélyüléséért, akkor még ugyan nem tört ki a Igen. háború. De viszont az orosz agressziót követően érzékelhető a hangulat megváltozását. Ezt, ezt tett, is, hát is azért. a felmérések alá támasztják. Persze ez egy másik kérdés, hogy hogyan teszik fel ezt a kérdést, hiszen ha az agresszót kell megjelölni, teljesen nyilvánvaló, hogy a támadó felett jelölik be. Ellenben, ha már úgy teszük fel a kérdést, hogy kik és a milyen részt felelősek azért, hogy ez a helyzet kialakulhatott, ott, már azért a felelősség megoszlik, és nem ennyire egységes, ennyire a szlovák társadalom. Igen, ráadásul de ez egy tulajdonképpen megválaszolhatatlan kérdés, is, hiszen hogy, mit mondanál arról, hogy ki felelős a háború? Hát vagy igen, tehát uh, tulajdonképpen nyilvánvalóan az agresszor fél a felelős, az ellenben azért az okok, amik ide vezetnek, igen. azok ennél jóval árnyaltabbak, és ebben már a szlovák közvélemény sem egységes. Na most, ha a politikai preferenciákat nézzük, ennek azért nincs annyi, tehát nem mozog annyira szorosan együtt ezzel a háború megítélésével. Én azt gondolom, tehát, hogy a, a baloldali ellenzéki pártok őrzik az előnyüket, az inkább más kérdésekre is visszavezethető, leginkább arra, hogy a kormány hogyan kezelt az eddigi két évet, tehát mennyire tudott jól kormányozni, leginkább ennek a megítélését látom benne. Lehet, hogy egy későbbi felmérésben már sokkal jobban fogjuk látni, hogy hogy ez a konfliktus kiknek kedvez. Általában a sztere sztereotípiákban gondolkodnak, a kormányon lévőket erősíti egy válság, és jelesül... Hát, is, a covid ez nem jött be például. Euh, hát nem mindenhol jött be, Szlovákiában nem jött be, Magyarországon például Igen. bejött, tehát ez attól függ, hogy egy-egy kormány mennyire állja meg a helyét. Tehát ez a róluk kiállított bizonyítvány is tulajdonképpen, de azt el tudom képzelni, és ennyiben egyetértek Gáborral, hogy a kormány, kormánypárt, leginkább egy kormánypártot tudnak profitálni ebből a konfliktusból, hiszen a választótáboruknak egy határozottságot sugalnak, és ez kamatozhat. Tehát azok, akik esetleg elbizonytalanodhattak a korábbi rossz tapasztalatok, tegyük mondjuk nyíltan rossz kormányzásokán, azok most visszanyerhetik ezt a színt vagy adhatják ezt a szimpátiát. Záró témánk, és csak nagyon röviden érintsük ezt, Zakatol a magyar választási kampány néhány héten belül, ugye április harmadikán Magyarországon parlamenti választást tartanak. Ezzel végül is valamelyest összefüggésben ugye a leköszönő parlament az egyik utolsó ülésnapján megszavazta az új köztársasági elnököt, megválasztották Novák Katalint, Magyarország új államfője, lesz ezzel az első, és mindeddig a legfiatalabb, nő, és mindedig a legfiatalabb köztársasági elnöke Magyarországnak. Arra vonatkoznak a kérdésem, mit gondoltok, a választási kampányt befolyásolhatja-e Novák Katalin államfői való kinevezése, illetve amit mit vártok mondjuk ugye nagyja mennyi van, hátra három hét. Vasárnaphoz képest három hét. Így van. Tehát mit vártok ebből a, most van a finisebbtől, a három héttől? Igazából Novák Katalin államfői választása az egy PR siker a Fidesznek. Ugye úgy van elkönyvelve a konzervatív kormánypárt, amely nőellenes politikát folytat. Ezt, ezt a narratívát állítja be a liberális ellenzék. Hát ez egy nyilvánvaló fricska, mm. hogy ez még sincs így van, hiszen még sincs így, hiszen az első női államfőt mégis a Fidesz KDNP adja Magyarországnak. És hát kétségkívül emellett az államfőválasztás azért adhat egyfajta új lendületet most ennek a kampánynak. Mm. A, az elmúlt heteket ugye uralta a háború Magyarországon is, a menekültválság egyfelől, Másfelől meg az a felelősségvállalás, hogy Magyarországnak hol a hely ebben a konfliktusban. Azt hiszem, a kormány világosan kijelölte Magyarország helyét, teljesítjük a szövetségi kötelezettségeinket, ugyanakkor legalább annyira felelős a magyar kormány a magyar emberek biztonságáért, és ezt a biztonságot úgy lehet leginkább szavatolni, ha a szövetségi kötelességünk teljesítése mellett azért megőrizzük a békét Magyarországon. Ez egy nagyon fontos szempont ugyanis ha Magyarország belesodródik a háborúba, az a magyar embereknek fáj, még jobban fáj, most is fáj ez a háború, hiszen látjuk jól, hogy mekkora anyagi veszteséget jelent egy elhúzódó konfliktus, már beszéltünk róla, az elszabaduló árak, az infláció, ezek mindig megnehezítik az emberek életét, de az, hogy ez a sztereotípia itt is megerősítés nyer, hogy egy kormány a helyén van, és az emberek bizalmát elnyeri, legalábbis olyan tekintetben mindenképpen, ebben még az ellenzék is egyetérthet, hogy hogy a kormányzás tehát működik, tehát Igen. tulajdonképpen ott állnak a kormányrúdnál, ez már önmagában ad egy garanciát arra, hogy ilyen válságos időkben biztonságban érezhessék magukat az emberek. Szerintem ennyiben van kihatása Igen. ennek a konfliktusnak, háborús konfliktusnak a választás esélyeire véleményem szerint ez nem gyengíti a Fidesz esélyét. Gábor, néhány záró mondatot kérnék, akkor aztán befejezzük a műsort. Szerintem se gyengíti a háború a Fidesz esélyeit, az viszont mindenképpen kampány témával fog válni a háború, hiszen mindenhol, minden országban ez a fő politikai téma, ahogy a Magyarországon is. Kisebb fajta töréspontot én azért látok a magyar kormány oldalon, jobb oldalon, ott azért ugye vannak a a Fidesztől jobbra tartó szavazók, és akik inkább középen állnak. Akik középen állnak, azok, azok jobban elítélik ezt a háborút, akik pedig egy kicsit jobbra, hát ők, ők valahogy mérsékeltebbek, illetve nem tartják Putyint annyira agresszónak. Ennek is egyébként megvan az oka, mégpedig az, hogy hogy sok, és nem csak magyarországi politikus, hanem Európában több ilyen politikus, illetve gondolkodó Putyinban látja a, 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 az új konzervatizmus megszületését, bevallom őszintén szerintem tévesen, de van ilyen narratíva. Úgyhogy ezt látom. Viszont egyébként visszatérve a kormány kommunikációra, ö, szerintem a, a kormány nyugalmat árasztja, illetve Szijjártó Pérte, Péter is ugye kiáll az, az oroszország ellenes szankciók mellett, ugye egységes az Európa, egységes a V4 is, NATO-val egy, egyébként összehangolom tehát hogy itt nem látok gondot, hogy esetleg ez, ez, a, ez a háború ilyen szempontból gyengíteni a, a Fideszt és a Fideszi tábort. Köszönöm szépen, fiúk, szokás szerint, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, jövünk a jövő héten is. A nézőnknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, mi itt leszünk a jövő héten is, tartsanak velünk, a viszontlátásra.